A terrorizmus elleni törvénycsomag részleteiről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával beszélget Kacsó Dániel. Bakondi György a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A mai parlamenti vitáról, a bizonyos belügyminisztériumi terrorellenes csomagról úgy tűnik, hogy nem volt annyira, hogy mondjam, heves, hiszen valamennyi párt elvileg támogatja. Valószínűleg így hamar meg is fogják szavazni. Utána mi következik? Egy terrorellenes elemzőközpont felállítás az egyik legfontosabb eleme. A javaslatcsomagnak mennyi idő és milyen technikai feltételek kellenek ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Szóval a helyzet az, hogy a magyar kormány elfogadott egy terrorellenes akciótervet. Annak három fontos eleme van. Az egyik ugye a pénz, amellyel technikai fejlesztéseket, személyi állomány bővítését, képzését lehet elvégezni, ami nagyon fontos, hiszen különösen az informatika az egy rendkívül gyorsan változó terület, és ott, ha lemaradunk a technikai fejlődésbe, akkor lemaradunk a bűncselekmények, ezen belül aztán a terrorcselekmények megelőzési lehetőségében is. Ez nagy fontosságú. A második, ez az ön által is említett, a belügyminiszter által előterjesztett törvénycsomag, amelyik lehetőségeket, jogi lehetőségeket kíván nyújtani ahhoz, hogy minél nagyobb hatékonysággal lehessen megelőzni és felderíteni a készülő terrorcselekményeket, a terroristák tevékenységét, akár pénzügyi, informatikai vagy más módon, erről szól a törvénycsomag. És a harmadik eleme, az pedig szintén már egy ötpárt egyeztetés után kerül a héten benyújtásra, ez pedig a Magyar Honvédségnek az új minősített időszakban a terrorveszélyhelyzet idején történő alkalmazását, bevetését jelenti. Mind a három eleme nagyon fontos, és mind a három eleme Magyarország, a magyar emberek biztonságát szolgálja, tekintettel azokra a körülményekre, amelyeket a franciaországi, belgiumi terrorcselekmények után egy Európa szerte roló belbiztonsági helyzetbe meg kell tennünk, hogy ugyanazon lehetőségeink meglegyenek a bűnüldözés, a terroristák elleni harc tekintetében, amely szinte valamennyi európai országban a titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek rendelkeznek. Ennek volt ma az általános vitája, a belügyminisztérium államtitkára terjesztette elő, tartotta meg az expozét, amelyik ezekről a kérdésekről szól, amit most felsoroltam, és valóban ez a törvénycsomag apró finomítások után egy ötpárti egyeztetés követően, és úgy tűnik, hogy a pártok támogatásával kerülhet a parlamentbe megvitatásra, kétharmados támogatást igénylő kérdésekről van szó, és hát úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan nemzeti ügy, amelyben a pártpolitikai csatározásokat félre kell tenni, és az ország biztonsága érdekében meg kell tennünk, természetesen minden körülményt gondosan mérlegelve azokat a lépéseket, amelyek a biztonságot szolgálják. Tehát akkor azok a tervek, amelyek ebben a törvénycsomagban megfogalmazódnak, most vegyük csak mondjuk a belügyminisztériumi törvénycsomagot, mert az látszik mondjuk, hogy előrébb. De ez volt ma napi rendben, igen. És mai aktuális is. De nyilván ez nem kevés pénz, ön is említette a költségvonzatát, ennek egy új intézmény, ha még egy meglévőnek a jogutódjaként jöhet létre egy elemzőközpont, nyilván kell hozzá apparátus, technikai fejlesztések, infrastruktúra, ezek szerint ez biztosított hozzá. Hát nézze, a törvénycsomagnak az egyik eleme ez, amit ön említett, ez a TIBEC, terrorizmus elleni és a szervezett bűnözés elleni elemzőközpont. Ez egy számos európai tapasztalat alapján döntött úgy a kormány, hogy ezt beterjeszti a belügyminisztérium elé, tekintettel arra, hogy akár az Egyesült Államokban, akár Nyugat-Európa számos országában ilyen intézmény működik. Ennek az a funkciója, hogy a különféle rendvédelmi titkosszolgálati szerveknél keletkező információkat összefésülje, és ne kerüljön sor egy olyan helyzetre, mint például a torony elleni támadás 2001-ben az Egyesült Államokban, ahol nagy számban működnek különféle titkosszolgálatok, és mindenütt valami részkis információk voltak, viszont nem került egy olyan elemző központhoz ez az információ halom, amely lehetővé tette volna, hogy összeillesszék, és aztán az erre jogosult szervezet majd aztán intézkedjen a megelőzésre vagy a felszámolásra. Ez egy jelenleg ilyen szervezetbűnözés elleni koordinációs központnak kvázi jogutódjaként, tehát ott már most is jó szakemberek dolgoznak, és az első pontban foglal technikai fejlesztés is
érinti ezt. Meglátjuk, hogy mi lesz a parlamenti vitának a végkicsengése. Nyilván a terrorellenes védekezés az nem csak magyar ügy, hanem európai, sőt világszintű ügy. Így van. Hogyan értékeli a kormányzat, illetve akár ön is a jelenlegi együttműködést az európai titkosszolgálatok között? Nyilván ez egy, ahogy említette az Amerikát is, ebbe, ez fontos kérdés. Ebben különféle elképzelések vannak, tehát elhangzott már olyan vélemény, hogy létre kell hoznunk egy európai FBI-t, tehát egy amerikai FBI-hoz hasonló egységes központból vezérelt titkosszolgálati szervezetet. Ennek nincsen realitása, hiszen az egyes államoknak ez nagyon fontos szuverenitást érintő, különösen a forrásokat védelmező tevékenység ezt kizárja. Ugyancsak nem nagyon képzelhető el egy általános együttműködés Európa szerte, aztán világszerte, meg aztán pláne nem, hiszen az azt jelenteni, hogy a hírszerző és elhárító szolgálatok egyaránt együttműködnének, hát most ez egy kicsit... Miközben egymással szemben is vannak bizonyos kérdésekben. Ez biztos, hogy így nem. Az más kérdés, hogy a terrorizmus elleni harc, tehát a terrorista szervezetek működésével, személyi állományával, terveivel, pénzügyi mozgásaival, tehát mindaz az illegálitásban működő, nagyfokú konspiráltságot mutató intézményrendszer, amelyre a mai terrorizmus jellemzi Európa és világszerte is. Ez viszont a valós idejű információ cserét az egyes államok között nagyon fontossá teszik. Ennek ma is vannak fórumai, hiszen az Európai Unióban a titkosszolgálati vezetők időszakonként találkoznak és véleményt cserélnek, adott esetben információt is cserélnek, bilaterális kapcsolatok is működnek ilyenekben, és a V4-ek szintjén is elkezdődött ezzel kapcsolatos közös munka. Azt gondolom, hogy itt a legoptimálisabb megoldást kell majd megtalálnunk, amelyik az információk eljuttatását jelenti ahhoz a szervez, aki ahhoz az országhoz, akinek a területén ez van, és aki leghatékonyabban fog tudni beavatkozni egy cselekmény megelőzése vagy felszámolásait. Eszembe jut erről az esetről, amikor kirobbant, vagy legalábbis hallani lehetett róla egy lengyel sajtó cikkezetről, hogy az amerikaiak figyelmeztették Varsót, hogy Budapest is lehetséges terrorista célpont. Aztán, amikor Magyarország közvetlenül megkereste az amerikaiakat, akkor azt mondták, hogy ők nem adtak ilyen információt. Ez nem dezinformáció, ez inkább ilyen médiában, ilyen fél információkból a média hírt csinál, és akkor ahogy egyik média átveszi a másiktól, ugye egyre nagyobbra válik ez. Nekünk az az álláspontunk az ilyen információkkal kapcsolatban, hogy minden információt komolyan veszünk, amelyik Magyarország biztonságát, a magyar emberek biztonságát érinti, és a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk megállapítani ennek valóság tartalmát, anélkül, hogy túlélnénk, tehát hogy mondjuk egy ilyen információra terrorfokozatot emelnénk, vagy egyebben. Itt is azt tettük, hogy az állítólagos hírforráshoz fordultunk az Egyesült Államokhoz, aki nagyon rövid időn belül válaszolt. Ez egyébként nem ritkaság, mert megvan az együttműködésünk az amerikai féllel is, hogy nincsen információ, amelyik Magyarországra vonatkozik, így megnyugtatóan le lehetett zárni ezt a kérdést, amiről a Magyarország a médiából értesült. Beszéljünk egy kicsit a határvédelemről, hiszen az is nagyon fontos téma, és lehet hallani, olvasni róla, hogy a menekült áradat irányai változóban vannak. Az a bizonyos nyugat-balkáni útvonal az úgy tűnik, hogy valóban lezárult, ami bennünket is érintett az elmúlt egy-másfél évben. Mire számít ezzel a magyar kormány? Ezzel vigyázzunk el ez a lezárultal. Tehát azt pont lehet mondani, hogy az a klasszikus, nevezzük most már akkor akár talán klasszikusnak, hiszen tavaly nyár óta zajlott itt másfél milliónyi embernek az átáramlása, nagyon gyakran állami segítséggel, közreműködéssel. Ez az útvonal, amelyik Görögország, Macedónia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztriát és onnan Németországot érintette. Ez az érintett útvonalon levő államok közös döntés alapján valóságosan, fizikálisan is és jogilag is lezárult, lezárásra került. Szlovénia, Ausztria is, Macedónia is kerítést épített, új típusú határrendészeti rezsimet vezetett be, új eljárásrendet hozott a menekült kérelmek elbírálásába. Viszont azt is látnunk kell, hogy több mint 53 ezer migráns tartózkodik Görögországba, és van is utánpótlás a görög szigeteken, és a visszatoloncolás az pedig még csak éppen, hogy elkezdődött, és ez is nagyon nehézkesen halad, mint egy 300-350 fő toloncoltak, miközben többen érkeztek. Épp ezért az itt lévők, a kontinensen levők
Nyilván már őrájuk a visszatoloncolási egyezmény sem úgy vonatkozik, mint a 20-a után a szigetekre érkezett új migránsokra. Ők semmiképpen nem akarnak visszamenni, és minden módon keresik a megoldást, hogy merre tudnának átjutni mégis. Ezért aztán például a magyar-szerb határszakaszt is folyamatos nyomás alatt tartják, hiszen most már napjainkban azt lehet mondani, hogy egy 150 fős napi átlag az, akit elfognak, és ennél jóval nagyobb szám az, akik a kerítés és az erős határozati rendszer észlelése miatt nem tesznek kísérletet, tehát ez is egy jelentős szám. Ez folytatódni fog, ennek nem látszik a vége egyelőre. Ráadásul ugye azért is kezdeményezte a magyar kormány ezt a 10 pontos javaslatot, de a miniszterelnök úr előterjesztett, ez a Schengen 2.0-as javaslat, hogy a határellenőrzés, a külső határőrizet megerősítés egy kulcsfontosságú kérdés, és Európának képesnek kell lenni saját külső határainak a megvédelmezésére, és nem függhet a lehetőségünk, a biztonságunk egy harmadik Európa Unión kívüli országtól, esetünkben Törökországtól, és van egy új útvonal, mondhatnánk azt is, hogy egy régi új útvonal, hiszen eredetileg még a balkáni útvonal ilyen nagyságrendben be nem indult, az volt a tipikus útvonal, ez pedig Líbiából Olaszországba vezető tengeri út, ahol elsősorban afrikai menekültek, vagy inkább mondjuk úgy, hogy gazdasági bevándorlók érkeznek. Aztán lehet fogalmazni, még tragikusabb útvonal. Innen folytatjuk legközelebb. Bakondi, köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm.